egyszerrel? Biztos, hogy robot. Maja, nem működik már. Ez is vagy 13 éves, kimerült belőle az összes eleme. Vigyázz, nehogy felrobbanjon. Megnézem a tápegységét, várjál. Vigyázz, ne menj közel, Iván, ne menj közel. Kicserélem a tápegységet. Ezeknél a régi robotoknál lehet valahol találni vizet. Szomján dögök. Várjál. Szomján dögök. Keresek. Szomján dögök. Kusz. Kusz. Már itt van valami. Kakaós csiga. Tudod mi az? Add ide. Lehet, hogy víz van benne belül. Azt a kurva víz. Jó vagy, nem érzel semmit, nem mérgezett, mi van? Jó, végül is jó. Ezt mire lehet a kicsába ezt leállítani? Iván, én nem találkoztam senkivel, pedig már órák óta gyalogoltam. Várjál, a víztől csak kinyúlik. Na végre. Zárlatos lesz. Igen, vizet. Köszi. Három napja nem láttam vizet. De jó, hogy itt vagy legalább te. Úristen, találkoztál valamilyen emberrel? Semmivel nem találkoztam. Mi ketten éltük ezt túl? Nem tudom. De mire emlékszel? Volt egy ilyen... Robbanás, volt a villanás, igen. És volt egy ilyen fura hang. És aztán nem emlékszem semmire, csak utána, amikor körülnéztem, akkor már nem volt sehol senki. Sehol lélek, sehol emberek. A városok fölrobbantak az utcán. Rosszabb volt, mint amit az atomtámadásról hallottunk annó. Amikor azt mondták, hogy bekövetkezik a harmadik világháború, nem gondoltam volna. Juli! Gyere, víz! Víz! Júli, Istenem! Gyere, ülj le! Jó, hogy itt vagy! Kérsz még vizet? Kérek, megvagytok! Gyere, ülj le! Honnan jöttél? Hogy érted túl? Te, Andit láttam, amikor a Gellért hegyet mondta a Dunában, akkor... Láttál? Én már nem emlékszem semmire, csak azt, hogy minden összeomlott, és hogy volt ez a fura hang. Ezt a trikot... Van kakaós csiga, kész? Még mindig kézzeljétek, nincs már el. De kész kakaós csigát? De jó, megy, nem kér valahol kaját. Jól eltaláltam már. Tíz. Tedd el, tegyük el. Köszönöm. 10 éve mi? Persze. Hol van a kaja? Fejtegetsz valamit? Nem. Mi? Nem, mi? Ne beszélj így vele, egyszerűen azt se tudja, hogy mi van, vagy legalább, vagy te tudod, hogy mi van, nem? Legalább ismerek két ember, egy-két találkoztam. Juli, te tudtad, hogy ez lesz. Tudtad az elejétől kezdve? Hogy baj lesz. 10 éve már ezt mondtad. Annan ezt hajtogattad, hogy baj lesz ebből. Dehogy is, ez hülyeség. Közöd volt hozzá? Nincs köze hozzá, csak... Te csináltad? Dehogy is. Akkor honnan tudta előre? Honnan, hogy ő látja ezeket? Honnan látná? Honnan, hogy van neki... Mert 10 éve is már 100 éves voltam, amikor megmondtam. Megmondtam, hogy nem lesz jó vége. Azt mondta, hogy borzasztó ez a fejlődés is, hogy egyszer csak baj lesz belőle, mert már annyi mindent kitaláltunk, és annyi minden működik, és minden szuper, és egyszer csak minden össze fog omlani. Mindenünk meg volt. Mindenünk. Voltak repülő autók, voltak teleportáló egyszer. Csak beszéltek, de valami baj van. Mi van a gyereketekkel? Nem tudom. Eltűnt, én nem találkoztam senkivel. De ő nem Pesten volt akkor, úgyhogy szerintem ő biztos, hogy biztonságban van. Nem volt a Balatonnál, úgyhogy... Az egész kontinensen ennyien vagyunk. Miről beszélsz? Ja, ők is? Jó, hello! Na hát, de miért nem szóltál itt integetsz? Hát nem szól folyamatosan. Kétek? Aztán van, hogy nagyon már. Ugye a senkiben nekünk is csak ez az nincs egy... nagyon már vízünk. Majd
megbeszéljük, hogy hogy legyen, hogy hogy osszuk el. Nem látszik, hogy hat tanultam? 70. A csip a gerincemben. Az enyém egy kicsit megsérült, úgyhogy én azért már kicsit szabadul. Te az látszik, igen, egy kicsit, hogy a tiéd megsérült. Szóval honnan tudtad, hogy ez lesz? Honnan tudtad, hogy távol lesz? Honnan tudtad, hogy ez az egész nem fog működni? Valami volt a levegőben, hogy túl jól megy minden. Sok rendszerbe értél már, és láttad, hogy működnek a rendszerek? Nem mondtad. És látod, hogy az sem működik, amit mi vezetünk? Csak kutatja az ember a dolgokat, csak figyeli, hogy hogy viselkednek egymással az emberek. De mi hogy viselkedtünk? Mindenünk rendben volt. Hát minden rendben volt. Igen, nekünk mindenünk megvolt. De nem csak nekünk, az egész világ, nektek is minden, nem? Hát mindenünk rendben volt. Mindenünk volt. És mégis felütötte a fejét. Hol itt az irítség, hol ott a féltékenység? Kértek vizet? Nincs ennyire. Egyszerűen érezni lehetett. Illetve mi? Azért én ezt nem is annyira jósoltam, mint aggódtam, hogy mi lesz. Valahogy volt egy rossz érzés. Hát nem volt betegség, mindenki jól volt. Hát semmi nem volt, volt ez a radarháló, vagy micsoda. Hát ott adtuk át, emlékszem a mai napig. Mindenkire vigyáztak, és mindenki... Úgy emlékszem erre a radarhálónak az átadásra, mint hogyha ma lett volna. Hát ott álltunk. Igen. Hát nem is ismertük és még egymást. Nem ismertük. Hát ott mutattalak be. És óriási igen. Dolog volt. És az is 10 éve volt már. Hát itt vagyok, jó napot, szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Köszönöm. Sikerült is. Elkészültünk, megvan. Isten hozott titeket a ünnepélyes diátadót. Isten, hanem a tudomány lenne mindenek fölött. Hát a tudomány mindenek fölött, és hát győztünk mi emberek a betegségek fölött, győztünk a vírusok felett, győztünk a háborúk felett, ugye egy nagy tapsot, hogy nincs több háború. De jó, nagyon fontos. Viszont van egy kis, mi ez? Kakaós csiga. Kikér? Osszuk meg, amit van. Kikér? Senki nem kér kakaós csigát? Nagyon finom. Ilyenkor este mondjuk már nem annyira. De van mondjuk víz. Kikér vizet? Valaki vizet? Senki vizet. Tök jó. Maradt nekem. Na, hát... Érjünk a tárgyra, így van? Édes Istenem, kész van. Szóval meg lett a... Hát hány év, Júli? Hány évig csináltuk? Hány évig fejlesztettük ezt? Hát 2012-ben kezdtük a gondolatot, de az akkor ilyen... szuper titkos. Akkor találtam ki, hogy legyen egy ilyen dolog. Radarhálónak hívjuk, P, mint radar, tehát kettő, hogy háló. Tehát azért jelöltük ezt meg. Hát még az oroszok kedve, igen, hát egy ilyen, én egy évig tanultam még harmadikban, még nagyon régen születtem, és akkor annak jeléül, hogy tanultam egy évig oroszul, és akkor de jó lett volna, hogyha még egy évig tanultam is. Tehát kész van, a globusz egységes lett, ugye? Köszönjük, hogy eljöttetek, minden egyes ország képviselője itt van. Ugye most már megszűntek az országok, tehát nincsenek országhatárok, együtt vagyunk, demokrácia van, szavazunk, mindenkit meghallgatunk, többség elve győz. Mi még? A radar, hát, tessék? Ezt szeretnék kérdezni, hogy... Mindenki kérdezhet, mindenki sorra fog kerülni. Most mi lesz vele? Tehát akkor már nem lesz senki.
Na, nagyon jó kérdés. 8 év, amikor el kell kezdeni az iskolát a gyerekeknek, és 20 éves korig kell tanulni. 20 éves korig, és utána vége. És olyasmiket kell tanulni, hogy olvasom, hogy miket szerveztünk meg. Alkalmazkodás, gyönyörű. Kommunikáció, gondolkodást oktató. Gondolkodás, tehát nem matematikát, nem fizikát. Na, hölgy. Igen, hogy a szavát ne feledje, mindenki ide befizette ugye a dollárokat, aki Amerika képviselője, az úriken, aki ott majdnem elalszik, befizette ugye az egész Amerika a dollár, tehát nincs több dollár, és nincs több a Európai Unió képviselőt, hátul a csinos hölgy, akkor nincs több euró sem, befizették, és akkor egységesítettük ugye a csipeket, ugye, tehát akkor itt vannak a pénzek, hölgy már megkapta. Milyen országot képviselt annó, milyen országban? De megvan Közép-Európa. Hirtelen most nem tudtam, hogy hol volt, de most megvan. Bravo, nagyon gratulálunk. Volt Magyarországnak. Tehát itt vannak a csipek, mindenki kapott ugye 1 millió egységet, most nem forint. Igen? Akkor ezt most elköltheti? Elköltheti, mindenkinek van 1 millió egysége, elköltheti, és amennyi dolgozik, egyébként ezzel indul neki az életnek, mindenki egyenlő, egységesség van, és amennyit persze dolgozik az ember, minden egyes munkáért ugyanazokat a fizetségeket kapják, legyen az akár egy ilyen elnökszerű valaki, és legyen az egy ilyen írógépes nő, vagy legyen egy ilyen takarító nő, bárki, mindenki ugyanazt kapja. Tehát mondok még, hogy miket csináltunk. 98-ról 141-re emeltük a korhatárt, tehát ameddig fogunk élni, ugye ez programozva van most már, tehát ez nagyon jó. És a radarháló, hogy egy kicsit visszatérjek, a radarháló egy olyan egységesített hálót lő a globusz köré tulajdonképpen, amivel kontrollálni tudjuk az összes embert. Tehát pontosan tudjuk, hogy mindenki éppen hol van, mit csinál, milyen a pulzusa például a hölgynek, most meg tudom nézni, hogy 2/π az 67-es éppen a hölgy pulzusa, igen. Nem izgul most, az tök jó. Majd ha kijön, akkor lehet, hogy egy kicsit több lesz. És nincsenek vírusok, ugye nincsen betegség, ezt is vele kontrolláljuk. Tehát ezzel a radarhálóval tulajdonképpen egységesen kontrolláljuk az egész Földet. Minden a kezünkben van, és itt szavazunk. Minden egyenlő. Hogy mutassam be Julit. Régen úgy mondtuk volna, hogy pszichológus, most úgy mondjuk, hogy pszichológusnak neveztük régen, és most úgy nevezzük, hogy lelki karbantartó. És régen voltak ilyen sámánok, tanácsadók, jósok, és most ugye a pszichológus, és most lelki karbantartó. Hát a kis lelki karbantartónk mit gondol erről a gyönyörű hívmányról? Hát magunkra meg egymásra, akkor ebből jó is kisülhet. Tehát ugye egyénekkel is foglalkozom, párokkal is foglalkozom, de így, mint közösséggel. Most a globusszal is foglalkozol. Muszáj. És akkor mit jósolsz, vagy mit gondolsz? Bizakodó vagyok, szóval lehet ebből jó. Ez nem jó már maga, ami történik és ami van? De egészen fantasztikus. Hogy lehet ebből jó? A pszichológusoknak a véleménye is benne volt abban, hogy legyen az egészségügy, hogy legyen a társadalom. Igen. Mi legyen? Muszáj, nem sok minden, mert az a napi 4 óra, amit bármikor dolgozol. Hát én azért emlékszem arra, 10-12 órát, igen. 12 igen, órát is igen, kellett, volt, 16 volt órát. Is. Különös színészeknek 12 órát kellett amikor dolgozni. De olyat is hallottunk még előtt, hogy olyan munkát végez, amit nem szeret. Tényleg? Ja, volt ilyen valóban. Hát, tudod, én már volt. Vagy nem alkalmas rá. Olyan sok volt, igen. Mi megnézzük, mire alkalmas, kihozzuk belőle a legjobbat. Igen. És most ezzel akkor mit gondolsz, sikerülni fog mindent kontrollálni, mindent látni, és örök és egységes béke lesz majd a Földön, ugye? Hát vannak. Mindjárt megvannak. Hát, hogy 10 év múlva is így leszünk-e, az nem garantálom. Inkább rosszat sejtek. Na, de most egyelőre. Jó, hát köszönjük szépen, tehát akkor ő is azt gondolja, hogy minden rendben van. Köszönjük szépen, Julia.
vannak, várjál, hát meg kell szavaztatni őket. Mert abban maradtunk, ahányszor együtt van a közösségünk. Egy nagyon fontos. Egy nagyon fontos. Egy nagyon fontos. Én még nem tudom mit, de nagyon fontos. De hogy nem, a tudományos kutatókkal együtt tárgyaltuk ezt az ügyet. Hogyne, 30 évig. Légy szíves, olvast föl, mert nem annyira láttam. Tulajdonképpen két variációra szűkítettük le az alternatívát. Magyarul egy bizonyos életkorhoz akarunk kötni jogosítványt, és a javaslatok tulajdonképpen két csoportra osztották meg a tudósokat. Az egyik a 25 éves korhatár, a másik a 30 éves. Tehát itt szeretném, hogyha most megszavaztatnád a kis közösségünket. Igen, tehát ki gondolja azt, hogy az űrhajós jogsit, ugye, ami most már elérhető számunkra, és gondolom már mindenkinek van, csak hogy nekünk most az 30 évig legyen érvényes, vagy 16. Ki gondolja azt, hogy 30 évig legyen érvényes? Igen. Jó, akkor úgy döntünk egységesen a radarháló segítségével. Köszönjük, hogy akkor 30 évig. A minimál korhatár? Hát, jó, most nem arra szavaztunk, akkor most erre szavazunk. Akkor minimál korhatárba 16-tól lehessen megkapni, vagy mi indítványoztuk, hogy 4. Mire szavaztok? 16? Nem? Akkor 4. Ez szerintem is sokkal logikusabb. Jó, akkor ez is megvan, hogy 4 éves kortól lehet és 30 évig érvényes. Jó. Köszönöm, Júlia, hogy itt voltál, köszönöm, hogy eljöttetek, és akkor azt mondod, hogy nem biztos, hogy minden rendben lesz, és hogy 10 év múlva valami ilyen jó pofaságot jósoltál, hogy... Feketeség. Feketeség, jól vagy, Júlia. Okay, jó, köszönjük szépen. Jó, köszönöm szépen. Sziasztok, élvezzük a radarhálót, minden jó. Hamarosan megnézzük, hogy mi újság ott a radarhálóban. Addig most civilben jövök, szeretettel köszöntök mindenkit, én Bácskai Júli vagyok, ez pedig a Hangulat és kapcsolatjavító vándorszínházunk, a pszichoszínház. Szokásom szerint megkérdezem, hogy kik azok, valószínűleg kevesebben lesznek, akik még egyáltalán nem láttak pszichoszínházat soha. Jaj! Inkább többen, mint ahány. Akkor most ellenpróba, akik láttak már minket. Jó, azért ők közülük is jöttek sokan. Szeretném az előző csoportnak elmondani azt a rossz híremet, hogy ebben a pillanatban 243 előadásról maradtatok le, úgyhogy ideje felzárkozni. Ez a 13. évadunk, ezt az előadást is, mint az összes többitnek én írom, tehát én találtam ki ezeket, amik majd itt lesznek, a karaktereket, a szituációkat, viszont a színészek itt is most csak is és csak nektek, improvizálnak egész este, úgyhogy kérjük majd az együttműködést és a drukkolást. Lehet, hogy jövünk beszélgetni is a nézőinkkel. Ne nagyon zárkozzatok el tőlünk. Jó? Most pedig vissza 2050-be, megnézzük, hogy mi van ott azzal a radarhálóval. Van egy radarcenter. Igen. Igen, tessék, látom, hogy van valaki a radarhálóban. Jó, akkor mindjárt nyitom az ajtót, pillanat. A csipet tegye ide, hogy le tudjuk vonni a pénzt.
várj, vissza egyet, mert sokat vett, az viszont kevés. Jó, jó, tessék parancsolni. Itt hát ezen át kell mászni. Mert nézzük, hogy a rátermettséget nézzük. Mondták, hogy lesz egy ilyen... Lelki, mentális és fizikális. Tessék parancsolni, mivel érkezett? Két kérdésem is, azt mondták, hogy kettőt is lehet egy vízit alkalmával. Igen. Az egyik az, honnan jött, melyik volt országból, melyik világrészről? Magyarország. Ön az, mert megismerem. Most már felejtsél ezt az országot, hogy Magyarország, jó? Tudom, azért mondtam, hogy megismerem, mert ott volt a gyűlésen. Szóval két kérdés. Nagyon csinos. Köszönöm, nagyon kedves. Köszönöm szépen, ön meg nagyon csinos. Hogy viszont van... Kér vizet? Nem. Ez még maradt. Ez meg még pár. Nem, mi már át vagyok állítva, és ez már ilyen tablettát szedek. Jó, ez csak beugratós volt, tehát azért ilyen poshat, és azért ilyen a színem, ezt ugye nem vissza már senki. Ez volt az első beugratós kérdésem. Értem. Ha még nagyon szeretjük, hogy jól válaszolom egyébként, ez, ha most nem akarom megmutatni, ezt megnyomom, és akkor ez elnyílik, és akkor elnyeli a föld. Oké, ez csak ilyen beugratós volt, elnézést. Nagyon csinos és nagyon okos is, helyes, felkészült. Szóval, igen. Tehát, hogy szeretnék elmenni a férjemmel. Van férje? Igen. Megtenni, hogy akkor kifárad? Viccel, ez csak egy vicc volt, mert annyira csinos és tetszik, és akkor ezt így gondoltam, hogy poén. Igen, miben segítek? Tehát, ahogy a férjemmel szeretnénk elmenni. Hova? Egyedül nem akar sehogy? Mással? Tessék, miben segítek? Most arra gondoltam, hogy a férjemmel el szeretnénk menni. Állítólag erre van lehetőség, mert egész évben mi nagyon rendesen dolgoztunk. Volt régen egy ország, úgy hívták, hogy Horvát. Jó, oda el akar menni, természetesen ezt engedélyezhetjük. Ezt kaptunk engedélyt, csak hogy szeretnénk, hogyha jó idő lenne, mert ugye már itt szeptember vége van, és... Jó idő lesz, be lesz programozva. Mikor mennek? Hát a jövő héten indulnak. Jó, én most elküldöm önt magát oda. És hány napot kapunk jó időt? Pillanat, 14-et. Jó? Jó lesz. Jó, köszönöm szépen, fáradjunk vissza. Úgy tudom önt elengedni erre a horvátországi utazásra, parancsoljon, hogy utána akkor esetleg engem is, velem is találkozik majd. Jó? Jó, köszönöm. Indítom. Jó, eltűnt. Akkor a következőt... Következőt küldjétek be. Jó. Jó napot! Nagyon régen beszéltem ezt a dialektust, de... Igen, várjál. Mondjad? Még mondjad, csak folyamatosan beszélj. Hogy hungunk, mondjad csak ezt hungunk. Hungunk, igen, még mondjad. Mondjad. Még? Figyelj ide. Ami jön ki a szádon, azt átalakítom mindjárt, jó? Fogod érteni, én is fogom érteni, meg te is. Te csak dumálj! Ne ijedj meg, jó? Dumálj! Most lesz jó. Jó, így maradj! Te maradj ott! Mondjad, hogy mit akarsz? Vizet! Vizet? Vizet nincs. A víz a... Már régóta nem iszunk vizet. Ez nekem gyanús. A szárazság van a földön, a vízért küldtek engem a többiek. Igen? Koordinátát mondjad, és oda küldünk vizet, ha akarok. Ha akarok, oda küldünk.
Tizet ma akarunk. Nagyon, nagyon kell a víz, mert... Pozícióban vagyok. Igen. Tudod? Igen. Ha akarom, oda küldöm, ha nem akarom, akkor nem, nem csak poénkodom. Jó. Egyébként igazad van, tehát hogy ha nem akarom, akkor nem kapsz vizet. Szépen megkérem. Jó, vizet. Van, szépen kérjél meg. Mondjad, hogy mondjad, akkor hol koordinátát tudod? 264 be. 526. Volt Kongó. Igen. Láttam. Jó, oké. Fél évnyi vizet tudunk adni, jó, és akkor utána megint kérelmezni kell, jó? Köszönjük. Én köszönöm, le lehet lépni. Visszaállítom. Beszélj, mondd, hogy köszönöm, sokszor. Szevasz. Még egy emberre van idő, jó, azt küldjétek be, aztán utána nem lehet valamit csinálni. Szevasz, mondja, mi van? Igen? Jó napot kívánok! Na, hát ez jó, mert automatán van. Aha. Jó napot kívánok! Igen? Te maradj ott, tehát ez most ezt ki sem nyitom, most mondja. Igen? Nem működik. Hoppá! És állunk a vízben. Tízeszem. Igen? És akkor mi lesz, ha én most ezt nem engedélyezem? És fázunk. És fázunk. Nincsen nincsen. Hát azt várhatod. Pici gyerek, persze. Mit adsz cserébe? Mit adsz kérsz? Mit adsz kérsz? Mi? Na helyes, ez már szeretem. Mit adsz kérsz? Probléma. Figyelj ide, most hallgass el. Ide, ezt... Ne oda tedd most a pénzt. Kevés pénzért kérték a szállítást. Nem dumálsz. Nem oda adod a pénzt, hanem ide küldöd át. Te kevés pénzt, kicsi nagy család vagy. Nem oda, küldöd ide. Adjál még, jön az. Jó, oké. Meddig kell neked? Mit? Nem ért. Meddig kell neked megszáradjon? Mennyi? Hétfőre?